Hozzunk létre a Thunderbird levelezőben egy új postafiókot. Kattintsunk az eszközök, postafiók beállításai menüpontra. A postafiók műveleténél postafiók hozzáadása. Itt írjuk be a nevet. Az e-mail címet és az e-mail címhez tartozó jelszót. Ki lehet pipálva a jelszó megjegyzés. Ne az új postafiók létrehozására, hanem a folytatásra kattintsunk. Ekkor a doménnév alapján a rendszer keresni fogja az e-mail szolgáltatót. Mivel szeretnénk saját gépen tárolni a levelet, ezért válasszuk a POP3 lehetőséget. És itt pedig még ne a befejezésre kattintsunk, hanem a kézi beállításra. Azért is, mert a felhasználó névnek a teljes e-mail címet meg kell adni. És ugyanígy a kimenő kiszolgálónál is a teljes e-mail címet meg kell adni. Ez a kimenő kiszolgáló fogja elvinni a levelet, a bejövő kiszolgáló, a POP3 pedig behozni a levelet. POP3 a bejövő kiszolgáló, az SMTP pedig a kimenő kiszolgáló. Kattintsunk a befejezésre. Ekkor a rendszer ellenőrzi a jelszót, és ellenőrzi a beállítási adatokat. Elvileg minden rendben van, de még nézzük meg a postafióknál a kiszolgáló beállításait. Ugye be van állítva alapértelmezésbe, hogy új üzeneteket az ellenőrizze az indításkor, 10 percenként ellenőrizze, és ez egy fontos beállítás. Üzenetek megtartása a kiszolgálón, vagyis a távoli szerveren, itt legfeljebb 14 napig jelenik meg, illetve letöltésükig. Magyarul, hogyha saját gépre letöltjük a távoli kiszolgálóról a leveleket, akkor azok onnan törlődni fognak. Ez így eddig rendben van. Oké. Ekkor létrejött az új kiszolgáló, tehát az új levél. Ha írunk egy levelet, akkor lehet látni, hogy a feladó a most beállított cím. Beírok egy másik e-mail címet. És ezt a levelet elküldöm. Ezt még most nem fogja elvinni, mert elvitte. Nagyon jó. Tehát akkor a kiszolgáló jelszava is rendben van. Leellenőrizzük, hogy megérkezik-e a levél. És itt van a próba 3-2-1 levél, már meg is érkezett.